A járvány megviselte a bérből és fizetésből élőket Orbán Viktor szerint, aki hozzátette, ő maga is ebbe a körbe tartozik. Az MSZP szerint távolról vicces, közelről viszont dühítő a kormányfő kijelentése. Vendégünk Komjáth Imre. Itt van már Komjáth Imre, jó estét kívánok! Jó estét kívánok a nézőknek is! Ön is reagált erre a Facebookon, inkább mondja el ön, hogy hogyan. Hát délelőtt, és szinte majdnem azt mondhatom, hogy a napom nagy részét azt Csepelen és Soroksáron töltöttem, de volt egy másik megbeszélésem, és az éppen a vár környékén volt, úgyhogy elmentem a Karmelita kolostor elé, és szerettem volna vinni Orbán Viktornak 1000 forintot, ott akartam hagyni, mert tudom, hogy most éppen külföldön van, de hát... Nem engedték be? Ne, hát persze, hogy nem nézték jó szemmel a rendőr kollégák, hogy milyen akcióra készülök, de ez egy gumicsont. Megszoktuk Orbán Viktortól, hogy minden ilyen rádió interjújában van egy olyan gumicsont, amire rá tud ugrani az ellenzék, és akkor nem a tartalommal foglalkozunk. Nagyon felháborított, nagyon dühített, de én azt gondolom, hogy ez viszont alkalom nekünk arra, ellenzéki politikusoknak, hogy elmondjuk azt, hogy valójában miért vannak gondban a bérből fizetésből élők, és nem Orbán Viktor. Na nézzük akkor a tartalmat. Varjú Lászlóval az előbb költségvetésről beszélgettem, az idei módosításáról, illetve a jövő éviről. Az MSZP-nek sem tetszik a jövő évi költségvetés. Azt mondta Tóth Bertalan a Spirit FM Aktuál című műsorában, hogy ezen is az oligarchák gazdagodnak. Miért? Mert látható, hogy Orbán Viktor és baráti köre folyamatosan betonban gondolkodik, és a betonban nagyon sok pénz van. Tehát öntik a pénzt azokra a luxus beruházásokra, és azokra a beruházásokra, ami nagyrészt építőipar. Ezek és az nem teremtenek munkahelyet? Munkahelyet teremtenének a szociális bérlakás építések is például. Munkahelyet teremtenének, mondjuk a vasútvonalak felújítása. Munkahelyet teremtene, hogyha a Csepeli hév felújítása végre megtörténne, és elkezdődne egy komolyabb olyan beruházás, amely megoldást jelentene arra, hogy a csepelieknek és a soroksáriaknak ne kelljen elvágva lenniük például Budapesttől. És hosszan sorolhatnám, mi emberekben gondolkodunk, nem betonban. Van négy pont, négy intézkedés a költségvetésben, amit György László államtitkár említett. Azt mondta egyébként, hogy soha ennyit nem fordított munkahelyek teremtésére és munkahelyek megvédésére költségvetés még Magyarországon, mint 2022-ben fordít a kormány. Az első intézkedés, amit mond, minden magyar dolgozót érint, hogy a munkára rakodó adó terhet 2%-ponttal mérséklik, ezzel átlagosan minden magyar dolgozó 30 000 forinttal többet vihet haza a következő évben, tehát ennyivel több marad átlagban. Az a helyzet, hogy ezt már senki nem hiszi el, hogy ez így lesz. Azért nem, mert... Ez nincs benne a 2022-es költségvetésben? De, benne van, de hogy ebből mi fog megvalósulni, arra nagyon kíváncsiak vagyunk. Ugyanis minden a járványhelyzet kezdeténtől fogva voltak ígéretek arra, hogy hogyan mentik meg a munkahelyeket. Önnél is voltam, még az ATV-s tartban is, nem is egyszer. És hosszan sorolhatnám, szerintem kitelne vele a műsoridő, hogy az MSZP-nek milyen javaslatai voltak, ami valódi segítséget nyújtott volna. Onnan voltak ígéretek, csak épp nem teljesültek. Mi de ha ez teljesülne, akkor az rendben lenne. Hát rendben lenne, csak nincs rá esély, és azért nincs, mert még egyszer hangsúlyozom, amikor bajban voltak az emberek a járvány alatt, amikor azt kértük, hogy 80%-os bértámogatás legyen valódi, amikor azt kértük, hogy 100%-os táppénz legyen azoknak, akik a gyerekkel otthon kell, hogy maradjanak, vagy akik COVID-fertőzöttek lettek, vagy amikor azt kértük, hogy növeljék 9 hónapra az álláskeresési járadékot, ezekre mind lett volna idén is pénz. Tudja, hogy mit mond erre a Fidesz? Azt mondja a Fidesz, hogy amikor a szocialisták kormányoztak 2008-9-ben, akkor bebizonyíthatták, hogy hogyan kezelik a válságot. Hát úgy kezelték, ahogy kezelték. Nem sorolom azokat az intézkedéseket, amiket meghoztak. 11 éve kétharmaddal és uniós pénzeső mellett kormányoznak. Szerintem már gusztustalan az, hogy még mindig visszafelé mutogatnak, és az meg főleg, hogy egyetlen varázs mondatuk, vagy varázsszokon erre az, hogy Gyurcsány. Nem, kormányozni kellene tudni. Én azt gondolom, hogy amint meg lesz a közös miniszterelnök jelölt, akkor utána nagyon hamar egy árnyékkormány is valószínűleg fel fog állni, és fogják látni azt az emberek, hogy kormányzóképes erő az ellenzéki összefogás. Mikor lesz meg a közös program? Elfelejtettem Varjú Lászlótól megkérdezni, mert az ellenzék azt ígérte, hogy május végére meg lesz, hát hétfőn vége a május. Már május végére nem, de június elejére igen. Tehát elkészültek minden pártnak a saját programja,
ebből leképződik majd egy egyszerű változat, ami nem tartalmaz nagyon-nagyon szigorú, konkrét ígéreteket, és lesz majd később egy olyan, amikor egy igazi kormányprogram lesz, amikor már meg lesz a közös miniszterelnök jelölt, mert akkor annak van értelme, hogy akkor álljunk ki konkrét dolgokkal. Viszont én láttam a terveket, jó lesz, jó hát terve meg, lesz. Meglátjuk, hát nyilván nem mondja most, hogy nagyon rossz tervek lesznek. Igen. Egészen más, sokat foglalkozik szakszervezeti ügyekkel. Tegnap megjelent a Népszavában, hogy megállapodás közelbe jutottak a MÁV csoport vezetői. Ugye itt a MÁV csoport, Volánhév, tehát több állami cég tartozik. Egy héttel ezelőtt ez a megállapodás nagyon-nagyon messzinek tűnt. Mit tud erről a megállapodásról? Még most is messzinek tűnik. A MÁV csoportnál elég sok szakszervezet van. Na most itt is azt csinálja a kormány, hogy oszd meg és uralkodj, meghív mondjuk 3 szakszervezetet, a, nem tudom konkrétan most éppen hány van, nem kevés, és tesz olyan ígéreteket, amire egyszerűen nem tudnak nemet mondani, és elmondom miért. Azért, mert a MÁV-nál is nagyon hatalmasat nyílt a bérolló. Vannak, akik csak akkor kapnak béremelést, amikor a garantált bérminimumhoz igazítják a bérüket. Egy 140.000 forintot kereső embernek, ha azt mondják, hogy kapsz 200.000 forintot a szépkártyára, vagy csak úgy, mert el lehet dönteni, hogy szépkártyában vagy készpénzbe kéri, akkor ő nem fog nemet mondani. Vagy pulykapénzben, mert itt arról volt szó, meg hűségpénzről, de akkor ezek egyszeri juttatások lennének, magyarul nem épül, azért nem jó, mert nem épül nem be épül a be. Így fizetésükbe? Van, így van, tehát ez nem béremelés, ezek egyszeri juttatások, illetve az sem igaz, ami megjelent, hogy 5%-os béremelés, mert az majd valamikor szeptemberben újra leülnek tárgyalni, és akkor, ha kapnak, az nem visszamenőleges lesz. Tehát az akkor kapnak egy 5%-ot, de az nem éves 5%. Egyébként a vállalatok azt mondják, és ez az ér nem áll meg, hogy a járvány óriási visszaesést okozott ezeknél a cégeknél, vagy a közszolgáltatások egy részénél, komoly megpróbáltatás, kitettséget jelentett a munkavállalóknál is, mégsem kell elküldeni most tömegesen embereket. Éppen ezért érdemelnék meg a MÁV-nál, a Volánnál, az energiaszektorban, a vízközműveknél az emberek azt, hogy megkapják a béremelést, mert a vonatok mentek a járvány alatt is, a buszok is mentek, víz is volt, áram is volt. És ez nem kerülne sokba, nagyjából 28 milliárd forintba kerülne ez a béremelés, lenne rá pénz, és egyszerűen az meg érthetetlen, hogy egyébként miért nem lehet ezt megcsinálni, mikor tudják azt, hogy a több bér az több befolyt adót jelent, több áfát jelent, gyakorlatilag még vissza is kap az állam belőle. Tehát messze még a megállapodás, azt mondja Komjáti, szerintem igen. Köszönöm, hogy itt volt nálam. Én is köszönöm a lehetőséget.